Magyarországot nem véletlenül hívják a gyógyvizek országának. Területének mintegy 80%-a alatt található termál, illetve gyógyvíz. A vízkészlet tekintetében a világon az 5. helyen állunk, de ami kiemel minket az élmezőnyből, hogy hazánkban a vizek magas ásványanyag tartalmúak és egyszerre magas hőmérsékletűek is. Sokan egyébként tévesen használják a termál és a gyógyvizet, mint egymás szinonimáját, ugyanis van különbség. Magyarországon termálvíznek akkor nevezhetjük a föld mélyéről feltörő vizet, ha a hőmérséklete 30 Celsiusnál magasabb. A gyógyvizek általában melegebbek és ásványi anyagban gazdagabbak. Hát elsősorban ugye jódos brómos, hidrogénkarbonátos és konyhasós, tele ásványi anyagokkal, a hajdúszoboszlói gyógyvíz. Hajdúszoboszlón vagyunk, ahol az aranybarna gyógyvíz összes oldott ásványi anyag tartalma meghaladja az 5000 mg literenként. A hajdúszoboszlói gyógyvíz az 1925-ben 1100 méter mélyről és 78 fokosan tört fel, annak idején egy mélyfúrás következtében. Jótékony hatásait hosszan lehetne sorolni, és ígérem fogom is, de mielőtt erre kitérek, engedjék meg, hogy más jellegű adattal, rekorddal szolgáljak. A képek nem féltek, mint föl, de 23 éves munkásságunk alatt körülbelül egy olyan 3600 törzsvendég családunk van. Tóth Lajos meghatottan mutatja a büszkeség falat, amelyen nem volt nehéz ismerős arcokat is felfedezni. Stól András, Hajdú Péter, Kökény Attila, Hevesi Tamás, vagy éppen a Mokka műsorvezetője, Pakman Péter. Lajos mindenkit tisztelt, de leginkább talán a nemzet színészének barátságára büszke. A Bodrogi Gyula bácsi családja, tehát kevés ember mondhatja el magának, hogy az ország 10 nemzet színészéből azt mondhatom, hogy nekem vagy Öszi bácsi barátom. De persze a vérbeli szakember nem csak a hírességekre büszke, szinte minden egyes vendéget ismer szállodájában. Szeretik őt, és neki is van mindenkihez egy jó szava. Én szívből mondom, hogy ide hazajövünk. De mi az, amitől ennyire szereti? Nagyon kedves, mindenkiben barátságos, na, mit mondjak még? A tulajdonos a szállodát 23 évvel ezelőtt vásárolta, akkor még az Ózdi kohászat üdülője volt, és évek során fejlesztette a mai szintre. Elmondása szerint mindig nyitott szemmel járt a világban, amit a kinti medence építésénél is kamatoztatott. Valamikor Kubába láttam, aztán azt egy kicsit megreparáltam, hogy még szebb legyen, és tulajdonképpen 98 óta egy vízibára rendelkező medence, 650 köbméter, elég nagy. És a konyha sem kicsi, nem is lehet az, hiszen rengeteg vendég ellátásáról kell gondoskodni. Átlagosan nyarantai a nagy hónapokban gyakorlatilag 400 főt tudunk kiszolgálni, wow. És itt serénkednek a szakácsok, hogy minél gördülékenyebben folyjon ez a munkafolyamat. A serénkedő szakácsok vezetője pedig világ- és olimpiai bajnoki címmel büszkélkedhet. Vele sajnos nem tudtunk találkozni, de kollégája azért betekintést adott a nem éppen egyszerű hétköznapokba. Általában 6 féle főételünk mindig van, hétvégén ez felszokott menni 8-ra is, és csak húsról beszélek, tehát nem köretről. Köret az még egy külön történet. Mint ahogyan a különböző érzékenységekre való odafigyelés is, ami ma már egyébként szinte kötelező valamennyi étteremtől. A séf, amikor összeállítja a menüt, akkor ő igen, ő nagyon odafigyel erre, hogy azért, hogyha jön ilyen érzékeny vendég, ő tudjon választani. Az elmúlt időszak túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a turizmust a vendéglátóipart viselte meg a legjobban. Éttermek, szállodák zártak be, ami miatt rengeteg szakember, szakács, felszolgáló kényszerült más munka után nézni. De voltak kivételek. A személyzetet meg tudta tartani télen is, a pandémia alatt is, mert van egy magyarságunk is, ott különböző munkafolyamatokat el tudtunk látni, ami mind a vendéglátással kapcsolatos dolgok. De volt, aki nem a magyarságban, hanem a szálloda felújításán dolgozott. Én itt voltam bent a szállodában, hát a tulajdonos úr az adott munkát ugye vár, úgyhogy itt tevékenykedtünk bent, csinálgattuk, hogy szép legyen az épület. Ez gondolom azért anyagilag megterhelő, nem? Tehát azért hát 90-100 milliós nagyságrend volt a dolgozóknak a kiteleltetése, igen. Függetlenül attól, hogy kaptunk hozzá némi állami támogatást. Az azonban nem volt kérdés a szállóta tulajdonos számára, hogy ezt a lépést meg kell tenni, hiszen tudta, hogy ha elküldi az alkalmazottakat, akkor egyszerűen nem tud újra nyitni. A turisztika, illetve a vendéglátás volt talán a leginkább érintett
a válságot kísérő lezárásokkal, illetve azoknak a gazdasági hatásai ezeket a szektorokat érintették legerősebben, ezért nekik nagyon komoly stratégiaváltást kellett végrehajtani. Részben a munkaerő megtartásában az elmaradt és ez idáig halogatott felújítások megvalósításában lehetett előrelépni. Ezek itt megtörténtek, de egy harmadik fontos lépést is tettek. A meglévő hitelállományokat ésszerűsítették. Volt hitelünk, addig is volt, és akkor utána pedig volt egy olyan lehetőség, hogy ezt a aránylag jó hitelnek mondható 2,5%-os hitelt ki tudtuk váltani egy több éves nullás hitellel. Mindhárom tekintetben rendelkezésre állnak azok a hiteltőke garancia megoldások, amelyek segíthetik őket ezekben a lépésekben. A pénzügyi szakember szerint ezeket a gazdasági megoldásokat viszonylag könnyű volt megtalálni, hiszen erős kommunikációs támogatást kaptak. Rátalálni nem volt nehéz, a felkészülési idő rövid volt, de azt gondolom, hogy minden hitelintézet, aki részt vett ezekben a programokban, nagyon gyorsan igyekezett segíteni a vállalkozásoknak. De nem csak a gazdasági segítség, hanem Tóth úr üzleti filozófiája is kell a sikerhez. Mindig is kínosan figyelt arra, hogy a vendégek mintegy kétharmada magyar legyen. Ez a filozófia pedig életmentő volt a határok lezárása és a külföldi vendégek távol maradása alatt. Mindenképpen a mozgásunk, de biztos hatással van, reméljük. Visszatértünk a gyógyvizes medencékhez, hiszen nagyon fontos információkkal vagyok az adósuk. Mire, milyen betegségekre jó a gyógyvíz? Reumatikus eredetű panaszokra nagyon-nagyon hatásos, így mint krónikus ízületi gyulladások, valamint degeneratív elváltozások, tehát ízületi elváltozások, nagyon-nagyon jó rehabilitáció, tehát bármilyen sérülés, zúzódás, tehát rehabilitálni. De a bőrbetegségek, például az ekcéma vagy a pszoriázisos tünetek enyhítésére is alkalmas a gyógyvíz. A szakértő szerint ezek mellett nőgyógyászati krónikus betegségekre is használják, sőt, állítólag meddőségi kezelések kiegészítéseként is hatékony lehet. És persze én sem hagyhattam ki egy kis csobbanást, bár itt erről, mármint a vízbe ugrásról szó sem lehet, de ezek mellett más fontos szabályra is figyelni kell. Nagyon fontos megnézni, hogy milyen meleg a gyógyvíz. Itt látszik, hogy itt is ez 38, ez pedig 34 fokos, ugyanis lehetnek olyan krónikus betegségek, amelyekre kifejezetten nem ajánlott a nagyon meleg víz. Nekem szerencsére ezzel nem kellett foglalkoznom, és nyugodt szívvel merülhettem el a gyógyhabokban. A könnyed és nyugtató semmittevés kifejezetten jól esett a meleg vízben, és megértettem azt, amit korábban az egyik regenerálódó hölgy mondott, hogy a gyógyvíz hatására felszabadul a testünk és a lelkünk.